Na hello, sziasztok Bari! Ez a videó egy ilyen kérdezfelelek sorozatot kezdenék el. Megnézzük, hogy erre mennyi igény van. Discordon, amit itt láthatjátok a háttérben, csináltam itt bal oldalt egy ilyen kérdések fület, ahová bármit kérdeztetek tőlem, akár PUBG, akár LOL, bármilyen eszetekbe jut, amire nem tudjátok a választ, és én ilyen videó formátumban csinálok egy ilyen válasz videót, amiben ezekre a kérdésekre válaszolok. Tehát ha nyugodtan van valami kérdésed, gyere fel Discordra, és a kérdések szobába írd le, és akkor amint egy adott mennyiség összegyűlik, akkor egy újabb ilyen videót fogok csinálni, ahol minden kérdést megválaszolok. Nos, akkor kezdjük is. Első kérdés, hogy itt láthatjátok, Sosa Hun írta, az új rangrendszert nem érti. Az új rangrendszer az úgy van, hogy a top PUBG-ről beszél, tehát ugyanúgy a top 500 embernek írja ki a rang helyezését, és ha fölötte vagy, akkor 0,05%-ig meg csak a százalékokat írja ki, de ahogy bekerülsz az alá, az már a top 500, és akkor ki fogja írni. Bukokra és a veszekről is. Na, hát úgy van, hogy ez egy jó téma, és ezt amúgy jó, hogyha tudjátok. Úgy van, hogy a sapik, ugye level 2, level 3 ugyanezen a veszteknél is, ezt nagyon egyszerű, a sapkák esetében annyit kell tudni, hogy mindig a nagyobb sapka jó, bármennyi HP-ja van. Tehát, hogyha találsz egy level 3-as sapkát, aminek egy HP-ja van, azt is vedd fel, mert az tuti, hogy megvéd egy karlövéstől, nem halsz bele, amikor a kettes sapit van, instant belehalsz. Tehát a sapkáknál mindig azt vedd fel, ami nagyobb, tök mindegy, mennyi HP-ja van. Hogyha a kevlárokat, azaz a veszteket nézzük, akkor ez ott már más kérdés. Ott általában úgy kell nézni, hogyha már a fele le van sebezve, akkor jobb egy fullos veszt nála. Tehát, hogyha mit tudom én, tényleg ilyen 60% alatt van a HP-ja, akkor cseréljétek le egy fullosra inkább. Nagyjából ennyi. Jó, Jancsi is sisakos mellénye sztori, okés. Okés, igen, jó, akkor ez is megválaszolva. Igen, itt leírtam, hogy akkor ez lesz ez a sztori. Hány órán van PUBG-ben? Igen, mondom egy másodperc, 768 órán van, nem olyan rossz, nem sok, de nem is kevés. Következő, igen, ezt stream közben kérdezték, és én írtam fel. LOL skill, ez ugye mi is pontosan ez az, hogy van egy oldal, ahol meg tudod nézni, hogy hanyadik vagy a világon egy adott karakterrel. Ezt meg is mutatom nektek ezt az oldalt, ez a lolskill.net, ez az az oldal, de ide behúzom, hogy lássátok a tetejét, tehát lolskill.net, és erről annyit kell tudni, ide beírod az idézőneved, milyen jól hangzik idézőnév, tehát ide beírod a neved, bejelentő, hogy melyik szerűen játszol, rámész a keresésre, itt kapni fogsz egy pontot. Nekem ez, amikor a világ második legjobb Tristanája voltam, azt hiszem én 5500 volt. Most ugye season 80, még nem játszottam szinte semmit, még be se dobott sehova, azért most ilyen nagyon kevés. Ezt a pontot az alapján kapod, hogy milyen a champion performance-ed, tehát milyen a teljesítményed az adott karakterrel. Ez úgy növekszik, hogy minél többet ölsz, minél kevesebbet halsz, minél több a assistod, minél több goldod van, minél többet farmolsz. Tehát mindennel összefügg, hogy mennyi vardot veszel, mennyi pinket veszel, és persze nagyban attól is függ, hogy milyen rangban vagy. Hogyha goldba vagy, akkor biztos, hogy nem fogsz ilyen top 1000-be bekerülni. Általában a top 1000-ben plat 1-től challengerig vannak az emberek. És akkor itt van, hogy jelenleg Tristanával játszottam szerintem csak ebben a seasonben, tehát itt lehet látni, hogy most vele ennyi pontom van. És, hogy hol tudod megnézni, hogy a top 1000 hogy van, itt van fent egy ilyen top list, erre rámész. Most oké, hogy azt írja, hogy még season 80 is még nem állnak készen, de itt egy olyat fogsz látni, hogy bejön egy ilyen táblázatszerűség, ki tudod azt mondani, hogy milyen hős éppen melyik szerveren, vagy az egész világon nézze. Itt mindent ki tudsz választani. Kiválasztod, hogy az te karaktered, a te saját szerveded, vagy a világon, és megnézed, hogy mennyi pontjuk van. Ugye melyik pontot keresed, ezt a pontot keresed, megnézed, hogy az utolsónak mennyi van,
megnézed, hogy neked mennyi van, és akkor tudod, hogy azt kell elérned, hogy bekerülj a top 1000-be. Lowskill.net. Szerintem egy-két hét múlva ez az oldal már tele lesz újra infókkal, és működni fog megint rendesen, csak most itt a season elején még éppen nem működik. Jó, mi volt még? OBS settings. Jó. Hát figyeljetek, OBS settings. Erre én annyit tudok nektek mondani, srácok, hogy most be fogom ide húzni az OBS nektek, és ilyen végtelen sztori lesz itt. Itt ugye, hogyha rámegyünk a beállításokra, szerintem itt tudom még ezt így mutatni. Nekem a streamem úgy megy, hogy a restream.io-t használom, ezzel tudok Twitchre és YouTube-ra streamelni egyszerre. Ezzel szoktam nézni a chatet is, ez mind a két chatet egyből beküldi, ez egy nagyon jó kis oldal, ingyenes, tehát ha szeretnétek, ezt nyugodtan próbáljátok ki, ez nagyon jó. Akkor itt én most 5500 bitréten streamelek, és itt van ez a kódoló, ez az, hogy most videókártyáról vagy prociról streamelsz, én videókártyáról streamelek, és nagyon fontos, hogy itt én a kimeneti módnál az egyszerűt használom, és ezen kívül igazából azt hiszem a hangnál szerintem itt nem is csináltam semmit. A videónál ugye 720p-be streamelek, mert ugye a nagyobb felbontást még jelenleg nem bírja a gépem, itt meg gyors billentyűket szoktam használni, hogy éppen melyik fület váltsa, de ezen kívül itt más beállítás nincs. Még egy dolog, amit tudok nektek ajánlani, az itt van az eszközöknél automatikus konfigurázsló. Ez, srácok, nagyon jó. Konkrétan én hiába próbáltam YouTube-on egy csomó videót megnézni, hogy akkor most ők hogy is állították be a legjobban az OBS-t, megcsináltam azokat, de nem volt jó, azt mondtátok, hogy nem jó, lefutattam ezt, és ezzel tökéletes lesz. Ezt próbáljátok meg, itt van eszköz, automatikus konfigvarázsló, lefuttatod, az neked beállít mindent, persze neked itt ki kell választani, hogy most 60 FPS-be szeretnél streamelni, hogy milyen minőségbe, mekkora felbontásba, de jó lesz. Azt lefuttatjátok, és kb. Kész. Ha bármi egyéb kérdés van, ez is nyugodtan jöhet ide, vagy akár itt YouTube-on a videó alá, mindenkinek válaszolni fogok. És akkor még egy kérdés jött, itt Fecó írja. Hát ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, Fecó. Hát, hogy őszintén, erre én nem tudom a választ. Próbálj egy új töltőt szerezni, hát ha azzal jó lesz. Hát az megoldja a problémádat. Mást így erre hirtelen nem tudok neked így mondani. Jó, hát ez az első kis kérdez felelek sztori. Ez egy ilyen kis rövid videó volt. Ezzel is legalább hát a több emberhez eljut az, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát bármi kérdésetek van bármelyik játékkal kapcsolatban, vagy a streammel kapcsolatban, vagy a setup-pal, bármivel, írjátok le. Szívesen segítek mindenkinek, tehát jöhet Discordra a kérdések, kis fülre az összes ilyen gondolatotok. További szép napot nektek, sziasztok!